lehetetlen, hogy leigazolták őt. Közben Nikobát nézzük, a Zete gólfelelését, aki éleszögből is megpróbálja elrúgni, aztán van egy érkező a kipattanóra. Ugye szabadrúgásból is nemrégi ment Ajti révén, na nézzük ezt a Gergényi féle beadást, ez már veszélyes, Ikoba érkezett meg, továbbra is 0-0 az állás. Ez viszont egy komoly lehetőség lehet, Szalai indul el, belül üres ember, és nem tudja bepasszolni, Ikoba még rádől, ez pedig a blokkról megy mellé. Gergény ezúttal kicsiben Tajtival. Most jön a beívelés, ott a fejes, ez már bent van. Ikoba, hát vajon ki? Eduvie Ikoba 9. gólja. Egészen könnyedén bólintotta be ezt is. Volt már egy veszélyes fejese, nem is olyan régen, ugye emlékezhetünk rá, annak még volt, vagy 30 centi híja. Ez most pontos. És azt gondolom, hogy kimondható, hogy teljesen megérdemelten vezet az Alágerszeg. A vendégegyüttes próbálkozott elsősorban a gólszerzéssel. Ők voltak azok, akik egyáltalán oda akartak férni az ellenfél kapujához, miközben Ricardo Moniszt látjuk. És bejött ez a szöglet variáció. Nagyon jó a beadás Gergényitől, Ikoba pedig 5 méterről. Egészen lazán bólintja be, hogy Incovnak esélye sincs. Itt van még egyszer. Talán még meg is zavarta ő Cendrei, hogy felugrott ott közvetlenül előtte, ezzel együtt fejelte be nagyon könnyedén Ikoba. Ennyire jobb a meccs, mint az első volt. Íme, Kamály Zitzerben, Kamály egy csellemi, Kamály rúgja el mellé. És aztán indul Ikoba, Kravchenko némi fáziskésésben, Ikoba meghúzza, ellövi, ezt is gól! Hát ennyire letisztult Ikoba játéka. Addig lő kapura, amíg be nem megy előbb-utóbb. Egész egyszerűen lejátszotta ezt is egy az egyben Kravchenkóval szemben. Éles volt a szög, ennek ellenére kilövi a hosszú sarkot. Elképesztő formában Ikoba. A 10. találataim már. Odincov egykedvűen néz maga elé, íme. Nem tűnik veszélyesnek a helyzet, zárnak vissza a kisvárdai védők. Kravchenko mellett egy egyszerű csel. Jobbra húzza, és aztán a hosszúba a lövés. Odincov csak hozzáérni tud. Kravchenko lekésik. Hát jó járt az Alegerszeg, hogy Ikoba kijött a második félidőre is. Most még 2 veszettek ehhez. Ikoba megint ő, nem bírnak vele egyszerűen. Szalai, na hát megjött a kedve neki is. Demjén benn marad végül. Kamály, ott a lövés. Kálnoki kis fejbe rúgták, de meg sem kottyant neki. Sőt, labdaszerzés, és nem volt szabálytalan ezek szerint. Manzinga mehet. 100%-os Zitzerben, Odincovval szemben Manzinga megcsinálja a cselt. 3-0. Végképp lezárja a mérkőzést az Alaegerszeg, és ez így már elég csúnyán néz ki a kisvárda szempontjából. Ugye a második helyezett csapatról beszélünk, a hazai együttest illetően. Manzinga egyszerűen megoldotta ezt. Nyilván meg kell nézni, hogy volt-e szabálytalanság a labdaszerzésnél, de hát olyan nagyon nem is reklamálnak a hazaiak, ami önmagában árulkodó. Manzinga pedig beáll és ott folytatja Olikoba abbahagyta. Itt van még egyszer Melnyik. A lábai között rúgja el a labdát teljesen szabályosan Mocsi, és aztán ad egy gólpaszt Manzingának. Egy lövőcsel, elfekszik a kapus, és aztán már az üres kapuba gurít. Szép volt. És hát tényleg minden dicséretet megérdemel az Alaegerszeg a mai teljesítményéért. Én azt gondolom, hogy ezt azért kevesen gondolták volna, hogy ilyen simán nyer Kisvárdán az Ete.